front of a venture, and Maric just caught Pinko with the knee. Maric defeats Eric Pinko. Mamma mia! Sziasztok, Borics Ádám vagyok, profi MMA harcos, és majd nagyon érdekes videóval jövök nektek, hiszen meg fogjuk nézni, hogy mi a különbség az amerikai és a magyar edzések között. Nyilván MMA szempontjából fogjuk megnézni ezt a videót. Az első szempont az, hogy hol is edzünk igazából. Nézzük meg az edzőtermeket. Amerikában minden nyilván sokkal nagyobb, de a távolságok is nagyobbak. Egy jó edzőteremhez igazából tatami kell, egy ketrec mondjuk, valamint ami szerintem a leginkább hiányzik az itthoni edzőtermekből az, hogy a fal is le legyen tatamizva, hogy lehessen falmunkát csinálni, vagy akár egy ketrec, hogy tudjuk gyakorolni a falnál való leviteleket. Az én termem Floridában van ugye, egy nem tudom hány négyzetméteres edzőterem, nagyon szépen fel van szerelve, zsákokkal minden adott a tökéletes edzéshez, viszont úgy gondolom, hogy Magyarországon is egyre több terem nyílik, amik teljesen megfelelnek arra, hogy profi edzés munkát tudjunk végezni. A következő szempont szerintem igazából az a legfontosabb, hogy minőségi edzőpartnereket találjunk. Én ugye körülbelül egy 5-6 éve költöztem ki Amerikába, és ennek a fő indoka pedig az volt, hogy ha a legjobb szeretnék lenni, akkor a legjobbokkal kell edzenem. Az én csapatomban nagyon sok Bellator, UFC, ONE FC harcos van, akikkel megfelelő edzésmunkát tudok végezni, és szerintem itt van a legnagyobb különbség a két ország közötti edzések között. Magyarországon nincs meg az a profi bázis, aki ebből tud élni, és csak erre tud fókuszálni, és ezért nem is tudsz olyan edzőpartnert találni magadnak, akivel egy nagyon kemény sparringot tudnál összehozni. Itthon egy kicsit másképp működik, hiszen szerintem nagyon jó birkózóink, boxolóink, jitsusaink vannak, de Amerikában pont az a legnagyobb előny, hogy minden egy helyen van. Nálam is ott igazából van egy schedule-ünk, egy ilyen napi rendünk, hogy mikor, hánytól van edzés, és folyamatosan ott vannak az edzőpartnerek, nem kell kukázni az ellenfelet, hogy figyelj már, délbe tudnánk edzeni egyet. Nagyon sok sportoló itthon Magyarországon dolgozik, és mondjuk munka miatt nem tud odaérni edzésre, nincs egy komplex MMA edzőterem, ahol profi bunyósok lennének, ennek nagyon egyszerű oka van, ezt már korábban említettem is egy videóban, hogy Európában az edzőtermek nagyjából abból élnek, hogy hobbisták vannak, és ezekből a tagdíjakból az edzők meg tudnak úgymond élni, és ha az emellett van egy-két profi bunyós, akkor így tudják megoldani azt, hogy tudják őket is edzeni. Amíg Amerikában, mondjuk tegyük fel az én csapatomban, úgy működik a rendszer, hogy van egy csapat, ahol csak profi bunyósok vannak, és azok a profi bunyósok a meccspénzük 5-10%-át leadják a csapatnak, és a csapat ebből fizeti az edzőit, akik full time-ban tudnak edzősködni, és ezáltal meg is tudnak ebből élni, elég jó kis összeget ki tudnak venni ebből. Ez valamiért így alakult ki, hogy Amerika egy ilyen gyűjtőhelyé vált, egy ilyen bizonyos kempeket nyomnak ott a bunyósok. Szerintem még egy ilyen nagyobb bázis az Thaiföldön van, ott van a Tiger Muay Thai, a Phuket Top Team. Nagyon sok ember megy oda felkészülni, és így találsz magadnak megfelelő edzőpartnereket. A következő szempont az edzői gárda. Én kint ugye több edzővel is dolgozom, vannak állóharcedzők, birkózóedzők, jitsuedző, erőnléti edzőnk, és ez mind egy csapatban van. Össze van hangolva az edzés időpontok, tehát nem kell azon gondolkoznom, hogy ha reggel 10-re berakok egy kemény sparring edzést, akkor utána ne délután 8-kor legyen még egy sparring edzés, hanem nagyjából megvan osztva a heti rendünk, és összeköttetésben van. Az edzői gárda, azt gondolom, hogy Magyarországon a szakmai tudás sincs meg igazából az MMA-hoz. Külön-külön nagyon jó edzőink vannak, nagyon jó jitsu edzőink vannak, birkózó edzőink, állóharc edzőink, de jelenleg nincs egy olyan csapat, ahol az a munkát együtt végeznénk, és megoszlanak a feladatok. Ha itthon szeretnél felkészülni, akkor külön el kell menned birkózó edzőhöz, akinek nem biztos, hogy van tapasztalata MMA-ban, tehát a egyszerű szabadfogású birkózás elemei nem mindig adaptálhatók át mondjuk MMA-ban,
de a kinti edzők azok már átképesítették magukat mondjuk MMA birkózó edzővé. Szerintem Magyarországon akár Juhász Balázs fejleszti magát, ebben a szempontban szerintem ő mindenképpen egyedülálló, valamint Peszlen Feri, ugye ő is állóharc edző, de próbálja komplexen látni, tehát nem elég MMA-sként eljárnod egy Thai box edzésre, mert teljesen más az állás egy Thai boxnak, valamint egy MMA strikingnak az alapállásra gondolok. Ami még nagyon nagy különbség, hogy itthon én is nagyon sokat edzettem egyedül, sokkal jobb edzővel edzeni, mondjuk mondok egy példát, ha valaki zsákol magában, akkor nem tudja annyira meghajtani magát, mintha mondjuk ott áll felette egy edző, vagy van mellette egy edzőpartner, aki ugyanúgy hajtja az edzést, az edzés morálja is más lesz. Nyilván az anyagiakról is beszélni kell. Amerikában a lakhatás sokkal-sokkal drágább, az élelmiszerek is sokkal drágábbak, viszont szerintem sokkal rosszabb minőségű az élelmiszer kint, mint mondjuk itthon Magyarországon. Magyarországon azért még mindig hozzá lehet jutni a háztáji dolgokhoz, akár a házi tojásról beszélek. Kint nagyon sok gémmódosított, szinte minden gémmódosított, és nagyon nehéz tisztán étkezni. Nem csak az, hogy tisztán étkezel, hanem megfelelő tápértékű élelmiszer találni. A regenerációs eszközök, az edzésmódszerek nagyon sokat fejlődnek nyugaton. Általában nagyon sok edzésmódszert, regenerációs eszközt veszünk át, ami bejön ide nyugatról, és azt tudtuk, hogy Amerika mindig nagyon előjárt a sportban. Viszont ezeknek az ára, ezeknek a szolgáltatásoknak az ára sokkal-sokkal drágább, mondok egy példát. Mondjuk szerintem egy átlagos budapesti masszázs ára 8-10 ezer forint, még ez mondjuk Floridában én 100-120 dollár környékén mozog. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon is hamarosan megérik majd egy újabb profi generáció, aki profi meccseket fog vívni, és nekik már könnyebb helyzetük lesz. Szerintem már Budapesten elég jó klubok vannak, akik tudnak egymással edzeni. Hamarosan megnyílik a Borics Ádám Küzdősport Akadémia is, ez itt Egerben lesz. Hosszú távra tervezek, szerintem tudunk majd jó kis harcosokat is kinevelni, és könnyebb útjuk lesz, mint mondjuk nekem volt. A másik nagyon nagy hülyeség, amit sokszor hallok, hogy Amerikában sokkal könnyebb szponzorokat találni, mint mondjuk itthon, ez szerintem teljesen hülyeség. Igazából nem neked kell keresned szerintem, hanem a szponzorok meg fognak találni, és ezek akkor fognak jönni, amikor érdemben hozod az eredményeket, tehát a munkát azt egyáltalán nem lehet kivenni ebből az egészből, a munkát el kell végezni, és ha jönnek az eredmények, akkor jön akár a népszerűség is, és ezáltal fognak jönni a szponzorok is. A teljesítmény előtt semmi nem lehet előtérben, tehát hogy sokan mondják, hogy a közösségi médiára fókuszálni kell, stb. Persze kell, de azelőtt el kell érni egy bizonyos szintet. Úgy gondolom, hogy annál nincs fontosabb, hogy meccseket nyerjünk, és azáltal jön a népszerűség, és akkor kell már a szponzori elvárásoknak eleget tenni. Remélem, hogy tudtam pár érdekességet mondani nektek, és tetszett ez a videóm. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, azzal tudjátok támogatni a csatornámat. Még egy plusz nektek, hogy a naturkent.hu oldalán április 2-től indul egy 10 napos akció. Borics kuponkóddal extra 15% kedvezménnyel tudtok rendelni. Ennyi lett volna a mai videóm, hamarosan találkozunk a következő videóban, addig is szevasztok!